Somló Tamás félórás fellépésével kezdődött el az Összefogás 2014 kampánynyitója Győrben. Az országos tisztséget viselő vendégek között volt például Újhelyi István az MSZP és Debreceni József is a Demokratikus Koalíció részéről. A teljesen megtelt Bartók Béla Művelődési Központban bemutatták az ellenzéki jelölteket. A győri egyes körzet képviselőjelöltje Fábián György az összefogás fontosságáról beszélt. Az összefogásnak volt értelme, az emberek hisznek bennünk a képviselőjelöltekben, akik majd képviselőjelöltek lesznek. Úgyhogy nagyon jó érzés volt beszélgetni is az emberekkel, megírni az adataikat, és ők meg boldogan írták alá. A kettes választókörzet jelöltje Glázer Tímea a Demokratikus Koalíció részéről győzelme esetén Győrben több változtatást is tervez. A városnak a közlekedési mindenképpen, illetve a vidékről bevezető utaknak a felújításán, a vízvezetékrendszereknek a rehabilitációján, az oktatást vissza kell adni, az iskolákat vissza kell adni az önkormányzatoknak. Mindkét képviselőjelölt összegyűjtötte a választhatósághoz szükséges ajánlásokat. Így ha a választási iroda mindent rendben talál, akkor nevük ott lesz a szavazólapon az egyéni jelöltek között.